Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Srácok, jön egy kis Destiny-t, beszélgessünk a 2.0 armorról, 2019-20 armor, Shadowkeep armor. Szóval ingyenes lett a Destiny, megnőtt a grind, és fogunk erről beszélni, és hogyan álljunk hozzá az armorhoz, mi az elmélet az armor mögött. Nem fogok helyettetek buildelni, viszont szeretném felhívni a figyelmeteket arra a gondolatmenetre, ami az armor mögött rejlik, és hogyan hozzátok létre a számotokra megfelelő armort és játékstílus, mivel hogy mindenki másképp játszik, és mindenki másképp gondolkodik, mindenki másképp nyomkodja a gombokat, és meglepő módon a Destiny felnőtt arra a szintre, ahol játékstílushoz kezdhetsz buildelni az armoroddal, mert hogy egy kicsit elengedték a kezünket ebből a szempontból, nem olyan szigorúak már a szabályok így, viszont ezáltal meg is bonyolodtak egy kicsit a dolgok és a buildelés körül. Nem mondom, hogy rossz felé, mert jó felé is izgalmasabbá teszi a buildelés, és a szituációra való buildelést értelmét nyer az, hogy többfajta jobban értelmét nyeri az, hogy többfajta armort tartjunk is, és mixelgessünk ezen armorok között. Fogunk beszélni armor-fegyver kapcsolatról, hogyan értelmezzük a statokat, és mi a gondolat mögötte, és egy kicsit belemegyünk a seasonal artifactbe is, illetve a hatalmas grindba, ami megtalálható a Destiny 2-ben, és hogyan fog működni, hogyha elérik a 950-es szintet, hogyan fog működni utána a 960-as szint és a fölé menés részlege. Szóval, gyerekek, vágjunk bele és kezdjük a passzív statikkal, Mobility, Resilience, Recovery, ugye Discipline és Intellect, továbbá Strength. Mindegyik armor rendelkezik ezekkel a statokkal, viszont hogy neked melyikkel, az nagyban változó lehet ahhoz, hogy milyen, ahhoz képest, hogy milyen küldire mész, vagy milyen játékmódra mész. PvP és PvE nagyban eltérhet, hogy hol mész. De a PvP-ját szerintem az egyik legigazságtalanabb PvP. Jó PvP, nincs vele baj, de az egyik legigazságtalanabb PvP, ami egyszer csak létezik. De vannak rá módszerek, hogy kikerüljük, erről fogok csinálni egy videót. Tudom, egy páron kérdeztétek, hogy hogyan lehet a PvP-ben meglenni. Én például jelenleg az Iron Bannert grindolom ezen videó alatt, amit is láthatjátok, és az az egyik legigazságtalan a PvP a Destiny-n belül. Na de, térünk rá az armorra, mögötte lévő gondolatmenetre. Amint láthatjátok, mindegyik armornak valamilyen szinten megvannak a statjaik. Na most, mindegyik armornak van egy összesített száma, és akkor beszéljünk erről az összesített számról. Minél magasabb, egyszerűen a nagyszávok törvénye miatt, minél magasabb, annál jobban jársz vele, mert az azt jelenti, hogy minden passzív statodhoz több szám járul hozzá. Egyszerűen ennyi. Tehát ha általánosan véve nem akarsz foglalkozni buildeléssel, nem akarsz foglalkozni specifikus buildeléssel, stb., legalább intézd úgy, hogy legmagasabb számú armort összesített számmal rendelkező armoridat pakold be, és már jó leszel. Oké, tehát nincs szükség arra, hogy túlbonyolítsd. Ha van egy 65-ös tegyük összesített számú armorod, akkor tudd, hogy jó irányba mész a felé, hogy a Destiny-ben sikerélményt érjél el. Viszont a probléma ott kezdődik, hogyha farmolni akarsz armorokat, és ilyen magasabb pontszámmal rendelkező armorokat akarsz farmolni, akkor rá kell menni a Pinnacle gírekre, és Nightfall-ra, és azon belül is a nehezebb Nightfall játékot, akkor már ott dob kicsit nagyobb eséllyel esetlegesen ilyen magasabb pontszámmal rendelkező armorokat, és ez a probléma, mert amúgy, ha megnézitek itt nekem a többit, 50 pontszám, 53 pontszám, szóval ez az átlag, amit nagyjából dobni szoktak, szóval ritka az, hogy egy ilyen magas pontszámmal rendelkező armor fog belepottyanni az öletbe, mint hogy 60 plusz, mert ahhoz raidre kell menned, vagy egy magasabb Nightfall
Nightfall kell megcsinálni, de nehezebb Nightfall kell megcsinálnod. De ha nem akarsz foglalkozni mindezzel, mint mondtam, rakd be a legmagasabb pontszámmal rendelkező armorédat, és tökéletesen jól leszel vele. Viszont mi van, hogyha te specifikusan akarsz buildelni? És mire gondolok itt? Például itt megnézitek nekem a gránát visszatöltő energiám, én 1 perc alatt, 51 másodperc alatt konkrétan visszakapok egy gránátot. Én az a fajta játékos vagyok Destiny-ben, aki szereti dobálgatni ezt a tetves gránátot, de türelmetlen vagyok rá, hogy megvárjam. És emiatt szeretném, hogyha a gránátom gyorsan vissza jönne. És ezért ilyen magas. Tehát specifikusan igyekeztem olyan armort berakni, aminek a disziplinje megfelelően nagy és magas ahhoz, hogy el tudjam érni azt a magasabb gránát időtartamot. Mármint, hogy gyorsabban töltödjön vissza a gránát. De tegyük fel, hogy... neked azt mondod, de nekem annyira nem fontos a gránát, jó, jó, visszajön, nekem az ulti kell. Oké? Nézzétek, itt van ez az armor, 68 pontszámot értem el vele, és az ultim viszont nagyon alacsony, ugye? De például itt van ez az armorom, aminek az intellektje 23, emellé van még egy olyan cipőm, aminek az intellektje 18, ami igen-igen megdobná a Super Ability feltöltődési idejét. Értitek? Hogyha specifikusan ultira szeretnék buildelni, de például én azt mondom, nekem annyira nincs szükségem ultira, tudjátok miért? Mert hogy van Masterworkölt fegyverem. Masterworkölt fegyver viszont ugye, ha multikill csinálsz, a multikill jelen esetben 2 gyorsan leölsz, akkor már is dobni fog egy Orb of Light-ot, a kis fénygömböket, ugye már is dobálni fogják ezek a fegyverek, ami hozzájárul ahhoz, hogy feltöltődjön az ultim. Igen, ez mostában kapott egy nerföt, de még mindig hozzájárul ahhoz, hogy feltöltődjön az ultim. Így aztán nem bánom, hogyha 5 perc az ulti feltöltődésem. De ennek ellenére például hiába van egy Masterworkölt fegyverem, ha elmegyek egy nehéz Nightfall-ra, ahol nem tudom olyan gyorsan írtani a mobokat, és nem dobálja mondjuk olyan gyakran a Orb of Light-okat, akkor viszont az, hogy nem töltődik a gránátom, vagyis az, hogy nem töltődik az ultim olyan gyorsan, az elég problémás lehet. Szóval akkor lehet, hogy mondjuk egy Nightfall-ra, vagy egy raidre érdemesebb jobban ultizni című történet, de attól függ, hogyha Hunter vagy, nem biztos, hogy annyira fontos, ha Titán vagy, lehet, hogy fontosabb, mert support role-t ellátsz, hogyha Warlock vagy, a Warlocknak van olyan ultia, ami ugye support role-ban nagyon jól ellát, és nagyon jó lenne, hogyha gyorsan jönne vissza arra. Hunter esetében például, itt van ez a gránátvető, van egy olyan perkje, hogy Demolitionist. A Demolitionist, ha ölsz, akkor visszatölt gránát energiát, ugye? Megint csak kurva jól jön, és mondhatnád azt, hogy minek egy Tier 6-os gránát feltöltődő képesség, mikor van Demolitionist. Tehát odamész, közélősz a mobokkal egy gránátvetően, meghalnak, gránát energia már is fegy föl. De megint csak, ha elmész egy raidre, vagy elmész egy nehéz Nightfall-ra, ott nem biztos, hogy ölöd a mobokat olyan gyorsan, hogy a gránát energiát gyorsan vissza is töltödjön. Szóval 51 másodperc ez gránát feltöltési idő, amikor a boss-t kell például már legyőzni, sincs olyan sok mob, és a többi, az meglehetősen lehet, hogy pont jól jön, hogy dobálhatod percenként arra a tetves a boss-ra ezeket a gránátokat. Ez lenne a metodológia a kapcsolat között, a fegyver és az armor között. A perk az, illetve a Masterworkölt része a fegyvernek az, ami meghatározza. Tehát itt Masterworkölt tudom tölteni az ultimat. Demolitionist tudom tölteni a gránátomat. Oké? Aztán a kapcsolat a grána, a késelés és a harmadik képességet között, a dodzsolás között. Például, ha dodzsolsz a Hunterre, van olyan képesség, ha dodzsolsz a Hunterrel, a egyes képességénél nézve, ha dodzsolok a Hunterrel, akkor instant visszatölti a késelésemet egyszer. Ha használom a késelést, akkor az ráad egy kicsit a
a gránát energiára, szóval attól függ, hogy melyik képességét használod megint csak a karakterednek, szóval egy ilyen kapcsolatot lehet létrehozni az egész dolog miatt. Térjünk rá kicsit a PvP-re, például a PvP-nél számomra a gránát és a késelés feltöltődés nem annyira létfontosságú, mivel hogy használom, például a késelés sokat használom, de nem szükségeltetik, hogy a késelés, mint maga a képesség fel legyen töltődve, ugye. Inkább ugye, mert az ütés használod, viszont a mobility és a resilience például, vagy éppen a recovery és resilience, vagy recovery és mobility más szerepet vesznek föl egy PvP-ben, mivel hogy a PvP-ben, a legtöbb PvP-ben, Destiny-ben nem számít a light levelöd, viszont a statjaid azok számítanak. Hogyha sok a resilience-em, több damage-et tudok elnyelni, ha nagy a mobility-m, konkrétan kikerülöm a golyókat, ugye. Vannak egyes PvP aktivitások, ahol számít a light levelöd, mint például az Iron Banner, minél magasabb a light levelöd, annál jobban tudsz sebezni, és annál jobban tudsz ellenállni a sebzésnek. És ezért is van például nekem most nem olyan magas a light levelem, és vannak tőlem sokkal magasabbak, ezért rágyúrtam egy kicsit resilience-re, hogy több esélyem legyen harcolni ellenük. Ez például egy aféle, ez a setup, ami itt van, egy aféle mix számomra. Szóval jó PvE-re is, és PvP-re is. Mind a két esetben egy pár lövést el tudok nyelni, és gyorsan töltődik a gránátom ahhoz, hogy offenzívabban tudjak játszani. Masterwork-ot fegyverrel pedig tudom tölteni az ultimat. Szóval van egy balansz, de a PvP-re megyek, például hajlamos vagyok lecserélni a kis fegyveremet, mit tudom, egy Ace of Space-re. És ugye mivel PvP-ban light level nem számít, így aztán hol érdekel, 906-os vagy akármennyi is az Ace of Space jelen pillanatban. Happy Days. Vagy lecserélem valamiféle Pulse Drive-főnek Close of the Wolf. Elképesztően jó PvP Pulse Drive-föl. Szóval, ja, egy ilyen így kell értelmezés mögé látni az armoroknak. Beszéljünk gyorsan még egy kicsit a perkekről. Perkeknek két fajtája van, az enchanted és a normál perkeknek a fajtája. Enchanted perkeket nehéz aktivitásokon fogsz tudni szerezni. Szóval, amit látjátok, hogy itt az armoromat így boostoltam meg a resilience-szel, hogy legyen több ellenállásom. És különböző perkekkel meg tudod boostolni azt, amire épp szükséged van, például, hogyha késelést szeretsz használni, akkor a strength-re rá tudsz gyógyni, és mindegyik mondnak van valami értelme, és itt jönnek keresztbe a set modok, tehát például a settek, a set armorok, itt jön az, hogy miért tartsál többfajta armort, és nem mindegyikre van szükséged, hogy max szintű legyen. Tehát ha csinálsz egy boss armort, egy boss resist set armort, ahol belerakod azt a modot, ami ellenáll a bossoknak, tehát több damage-et tudsz elnyelni a bossoktól. És vagy major resist against powerful combatants, tehát össze tudsz hozni olyan modokat, olyan armor szetteket cserélgetve itt az összes között, amire szükséged van. Például, hogy itt van most ez az új Dreambane a armor set, ami jó lehet a Nightmare Huntokra, mert külön benne van egy olyan, hogy Dreambane mod. És ugyanez igaz a Dreaming City armorokra is, ugyebár, mert azok meg ott fognak tudni adni boostokat a Dreaming City-ben, de nem mindegyikre szükséges, hogy 950-es legyen, mert nem minden küldetés lesz olyan magas light levelű, hogy szükséged legyen egy 950-es armorra. Jó, ha van, persze arról van szó, de nincs pánik, ezért mondhatnám azt, hogy legyen egy ilyen fő szetted, amit esetleg kihúzol maxra, és idővel úgy is kimaxolódik minden, csak nincs szükség arra, hogy mindig a legmagasabb light level-lel rendelkező cuccaiddal menje be minden aktivitire. Nyugodtan rak be az alacsonyabb szintűt, amennyiben megfelel az adott küldetés light level szintjének. Nyugodtan használjad azt. Szóval, ja,
Srácok, ennyi lett volna, nem, még nem. Seasonal Artifact, na most ez az, ami még befolyásolja a light level-edet, tehát én jelen pillanatban 9-15-ös vagyok, plusz 6 light level, és ez az, amivel nagyon könnyen el tudod érni, ugye a 960-as szintet, és külön perkeket ad ez a Seasonal Artifact. Na most mindegyik ilyen perk az új Nightfallban, és az ott a nehéz Nightfallokban, a nehéz küldetésekben és az ott megtalálható enemiknek, enemikre van hatással. Oké? Okay? Tehát az ott megtalálható enemikre van hatással. Amit itt láthatok, egy nulla és itt egy hármas helyet, az azt jelenti, hogy amikor beépíted az armorodba ezt a perket, az egy helyet fog elfoglalni, vagy három helyet fog elfoglalni. Ez például két helyet fog elfoglalni ezekből a perkekből, ezekből a helyekből itt, az energia szintjéből az armorodnak. Szóval, ja, így fog működni. Na most erre legyetek tekintettel, ezeket például mindegyiket váltsátok ki, mert hogyha bementek egy Nightfallra, és ott megtalálható ilyen enemik, ezek az új különleges enemik, ezen perkekre lesznek érzékenyek, ezen perkekkel fogsz tudni átlőni a shieldjükön. Gyakorlatilag, és így most már a Nightfall játékodat azért meg kell tervezni, mert lesznek olyan ellenfelek, ahol ezekre kell gondoljál. Mire gondolok itt? Például menjünk egy kicsit a Nightfall történetre, Vanguard. Nightfall, ugye kiválasztod, beállítod a... Hát most, amint látjátok itt, Epic, a Void Singe, Match Game, bla bla bla. Kiválasztom ezt. Miért? Nem, bocsánat. Menjünk ide, Adept. És itt van egy 980-as Activity, és ezeket fogja dobni rajta. Ó, az Ascendant Shardról még kell beszéljünk egy kicsit. És amint látjátok, hogy ott írja, hogy champions, milyen champions-ök vannak a Nightfall-ra, Overlord Barrier, és champions mobok vannak. Na most ez olyan összefüggésben van a Seasonal Artifact-ben, hogyha megnézitek, akkor ott írja Strong Against Barrier Champions, tehát például egy ilyet erre a mostani Nightfall-ra már vinnem kéne, azaz, hogy le tudjam ott lőni az egyes enemiket, mert hanem felhúznak magukra egy olyan shieldet, amit egyszerűen nem tudsz lelőni normális fegyverekhez, szükséged lesz, hogy benne legyen egy ilyen mod a fegyverédő, és a Nightfall-ra mész, az ugye lelokkolja a setupodat, és nem tudsz módosítani útközben rajta a setupodon. Szóval, igen, mondtam még, hogy még beszélünk arról, hogy hogyan tudsz Masterwork-ot, armort csinálni, és amint látjátok, nekem itt 7-esre fel van húzva ez az armor, és innentől kezdve már Enchantment Prismre van szükségem. Enchantment Prism után, miután már azt is belenyomtad az armorodra, azután lesz szükséged, kérlek szépen arra az Ascendant Shardra. Ascendant Shardot, amit láthatátok, a Nightfallon tudsz kapni, és valamennyi eséllyel dobni fog, de tudsz venni Banshee-től is. Viszont ugye 10 darab Enchantment Prismbe fog belekerülni, és 10 darab Enchantment Prism belekerül 10 darab Enchantment Core-ba. Nem olcsó. Enchantment korokat most már könnyebben kapsz, tény, de nem egy olcsó folyamat kimasterworkölni egy armor szettet. Viszont szerintem ez nem akkora pánik jelen pillanatban. A fegyverekhez viszont nem kell prizm és nem kell ascendant charm, csak a masterwork core-ok kellenek, úgyhogy az már jó dolog, úgyhogy ha nincs is ki full masterworkölve, még mindig lehetsz OP, oké, szóval idővel, hosszú grinddal meg tudod szerezni azt, hogy a kedvenc armorjaid masterworkölve legyenek. De az jó hosszú idő lesz, nem úgy, mint a nem ingyenes Destiny változatban. Most, hogy ingyenes, eléggé megnövelték a grindokat. 950-es szint után csak Pinnacle Gear-rel tudsz növekedni, és az csak egy szintet fog adni a
a szinteden. Tegyük fel, hogy én most itt 950-esen lennék, a következő Pinnacle Gear nem az lenne, hogy megdobná a szintemet, mint például 916 és 922-es különbséggel, ugye a gear levelök között, hanem csak egyel dobná meg, 923-ra. Ha ez lenne a maximum szint, és addig nem lépnék, tehát addig nem fogsz lépni 951-ről például 952-re, amíg minden egyes cuccod, ami fel van pakolva, 951-es szintű nem lesz. És hogyha minden egyes cuccod 951-es szintű lesz, csak akkor fogsz tudni lépni 952-esre. A probléma azzal az, hogy általában a power weaponök le vannak maradva a szintekkel, és power weaponöket csak Nightfall-ban lehet kapni. Kb. Raidekben nem nagyon van power weapon, így aztán ez az, hogy meglépte a 950-ről 951-re, 51-re, 52-re a szinteket, nagyon sok full múlni azon, vagy olyan szerencsés, hogy egy power weaponod hújjon ahhoz, hogy kiegyenlítsd ugye a cuccait között a számokat, vagy farmolhatod az Iron Banner-t. Hú, ez egy jó hosszú videó volt, ennyi lett volna, srácok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni, tudtam egy gondolatmenetet adni, hogy hogyan van most jelen pillanatban a Destiny Armor dolog. Ha további magyarázatokra van szükségetek, írjátok meg a komment szekcióban, kérlek szépen. Addig én meg nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!